A Nemzeti Művédési Intézet másfél évvel ezelőtt kezdte meg a szervezeti átalakítását, és a szakmai szempontból megvizsgáltuk azt, hogy maga a közöndési terület hogyan tud hozzájárulni, nem csak a, a közösségfejlesztéshez, hanem magához a társadalomfejlesztéshez, a településfejlesztéshez és átívelve a gazdaságfejlesztéshez. Ezért újra kellett gondolnunk a, a szakmai területeinket, és e, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt év során e, 2013-ban sikerült olyan e, mintaprojekteket megvalósítanunk, amely főként a halmozottan hátrányos helyzetű kis településken, ahol ami alapvető feladatellátásunk van egyrészt, ott elindítottunk olyan közösségfejlesztő folyamatot, amely a hagyományápolás, hagyományteremtés kapcsán ezeknek a feltérképezése, a helyi értékek feltárása nyomvonalán, szakmai irányvonalán el tudtunk indulni a gazdaságfejlesztés vonatkozásában is. Nem óriási lépés ez, de mi nagyon fontosnak tartjuk a társadalmi beágyazottságot, tehát kell, hogy mikroszinten kezdjük el a helyi értékeket, a közösségeket, az értékrendet valamilyen szinten megalapozni, elősegíteni, előmozdítani azokat az értékeket, amelyek helyben találhatóak. És akkor, ha már hagyományról, értékteremtésről beszélünk, akkor óhatatlan azért, hogy, a gasztronómiához eljussunk. Egyetlen példával szeretném ezt illusztrálni. Az elmúlt évben indítottunk el négy megyében, újra jöttünk, örökítünk mint örökítünk mintaprojektet, amelynek az volt a lényege, hogy halmozottan hátrányos helyzetű kis településen a hímző kultúrát, a teljességre jellemző hímző kultúrát visszatanítsuk és 25 szakkört indítottunk el heti egy rendszerességgel, és hát azért azt kell mondanom, hogy amellett, hogy az asszonyok a, a tájegység himzőkultúráját megtanulták, a kézügyességük fejlődött, megismerkedtek a helyi az értékekkel, a második és a harmadik alkalmon már pogácsákat hoztak, már helyi süteményeket hoztak, már a recepteket osztották meg egymás között, tehát óhatatlan, hogy ilyen szempontból része maga a gasztronómia, maga az a fajta kultúra, ami helyben az étkezésben is megnyilvánul, illetve azokban a helyi alapanyagokban, amelyeket ők használnak. Mi ezeket az értékeket fontosnak tartjuk, és ebben a szellemiségben végezzük ma Magyarországon, a vidéki Magyarországon a közösségfejlesztést.